4 darab 44 fős és 6 darab 63 fős teljesen elektromos buszt vásárol Paks önkormányzat egy lengyel cégtől. A Solaris busz lengyel közlekedési gépgyár nem ismeretlen az elektromobilitás területén, 17 országban vannak jelen. Buszaikhoz a teljes töltőinfrastruktúrát is szállítják. 10 buszt fogunk szállítani, ezek városi járművek. 6 darab 12 méteres, a többi 9 méter hosszú. Mindegyik több mint 200 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Szabó Péter polgármester elmondta, a kisebb méretű járművekkel olyan területeket is be tudnak kapcsolni a közösségi közlekedésbe, amiket eddig a nagyobb buszokkal nem értek el. A járatszámokat is sűrítik majd, hogy a lakosság minden rétege ki tudja használni a buszozás nyújtotta lehetőségeket. Azt remélem elsősorban, hogy a város közösségi közlekedése megoldódik több formában is. Egyrészt nagyon szeretném, hogyha Magyarországon Paks városa lenne az első, amely saját önerőből meg tudja oldani a közösségi közlekedését, a Volán társaságot kihagyva ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a 10 elektromos busz megérkezik, akkor erre reális esély van. Süli János miniszter elmondta, nem állnak meg a buszközlekedés átalakításánál. De szeretnénk folytatni elektromos kukásautókkal, ebből ha minden jó megy, jövőre 2 vagy 4-et már tudunk a városba tesztelni. Ugye ez a kukásautó a legnagyobb környezetszennyező autók közé tartozik, és indul, megáll. Az villamosautóba teljesen más, mert a fékezési energiát visszatáplálja. A buszgarázsok kiépítésére vonatkozó közbeszerzési kiírás még ezután jelenik meg. Az új buszok 2021. január 1-től járnak majd Pakson.